A hazaiak biztos utolsóként, a vendégek pedig a felsőház biztos tagjaként vágtak neki a mérkőzésnek. Az első negyedet 3, a második negyedet 4 ponttal nyerte a Sopron. A folytatásban zárkózni kezdett a Nyíregyháza, majd a vezetést is átvették a Cápák. A vendégek azonban fordítani tudtak, így a rendes játékidő végén Koné büntetője kellett az egyenlítéshez. Az első ráadás nem hozott döntést, a második 5 perc viszont már a Soproné volt, amely végül 6 ponttal megnyerte a találkozót. Mindkét csapatnak gratulálok a nagy küzdelemért. A Nyíregyháza megérdemelte, hogy ilyen jó meccset játszon, és szerintem jó esélye van arra, hogy még jobb legyen a folytatásban. Ami minket illet, nehéz volt úgy játszanunk, hogy a legfontosabb célunkat az előző fordulóban elértük. Hangsúlyoztam a csapatnak, hogy nem becsülhetjük le az ellenfelet. Nagyon büszke vagyok az 5. helyre, de még fontosabb, hogyan játszunk majd a playoffban. Remélem, olyan jó teljesítményre leszünk képesek, mint amit mutattunk az elmúlt másfél hónapban. A hazaiak edzője a vereség ellenére is elégedett volt csapatával. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert megmutatták, hogyan tudnak küzdeni. Bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk jó kosárlabdára. Nagy akarással védekeztünk, a rendes játékidőben 69 ponton tartottuk a bajnokság egyik legjobban támadó csapatát. A statisztikát nézve nagyjából minden azonos, viszont lepattanóban felülmúltuk az egyébként nagyon atletikus ellenfelünket. Ebben óriási szerepe volt Konénak. Ha ekkora szívvel játszunk, mint ezen a meccsen, akkor mindenkinek megnehezíthetjük a dolgát. Azért is vagyok különösen büszke, mert Kópsz nem is lépett pályára, Pipirász megsérült a harmadik negyedben, és ilyen szűkebb rotációval is kiválóan játszottunk. A 11 pontot szerző Fazekas Csaba szerint a rájátszásban tudnak építeni a mérkőzésen tapasztaltakra. Egész meccsen tényleg egy kiki párharc volt. Sajnos a végjátékra kijött a fáradtság, és illetve az, hogy sokszor nem biztos, hogy csapatba gondolkozva akartunk megoldani a szituációkat, és ez kijatott a végjátékra. De megérszem, hogy egy ilyen csapat ellen kétszeres hosszabbítás játszani, ez nagyon nagy szó. Úgyhogy sokat változott a keretünk évközben, és úgy gondolom, hogy ez a bajnokság végére ki fog fizetődni, és mindenképpen bent kell, hogy maradjon a csapat, és szerintem ez most egy nagyon jó momentum volt, hogy ebből erőt merítsünk, és a következő 10 mérkőzés az úgy eljünk hozzá, hogy én is megmutassuk, hogy kik vagyunk. A forduló további eredményei a következők: Albafehérvár Szombathely 97-91, Körment Atomerőmű Esen 82-74, Szeged Oroszlány 85-63, Zala Egerszeg Kecskemét 68-71, Deac Kaposvár 83-71 és Szolnok Budapesti Honvéd 91-69. Az alapszakaszt a Szombathely nyerte 21 győzelemmel és 5 vereséggel. A Nyíregyháza 2 győzelemmel és 24 vereséggel az utolsó helyen végzett. A Kis Cápák jövő szerdán Pakson kezdik az alsóházi rájátszást.